Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Lipták Péter vagyok, mutatom, mit kínálunk a mai magazinunkban. Közösen vágtak disznót a Nemzetiségi Egyesületek bátaszéken. Adománygyűjtés az ukrajnai menekülteknek. A nőket ünnepelték a Napsugár nyugdíjas klubban. Kétnapos tábort szervezett a Heimat német nemzetiségi tánccsoport. Bemutatunk egy ifjú fotós tehetséget, Gyöngyösi Zsoltot. Összefogtak bátaszéken a székelyek, a svábok és a felvidékiek egy közös disznóvágásra. A hagyományteremtő kezdeményezés célja, hogy a nemzetiségi csoportok megismerjék egymás szokásait, hagyományait. A jövőben terveznek még hasonló megmozdulásokat, ezzel is erősítve a városban élő népcsoportok összefogását. Nagy volt a sürgésforgás bátaszéken a Felvidéki Néptánc Egyesület házának udvarában. A községben élő három nemzetiségi csoport itt tartotta meg az első közös disznóvágását. A kezdeményezés célja az volt, hogy legyen egy olyan esemény, ahol mindannyian együtt vannak, megismerik egymás hagyományait, szokásait. Eddig mindegyik népcsoport élte a maga kis életét, de egymás felé úgy a privát életben nyitottak, de egyesületileg én azt gondolom, hogy nem nagyon volt közeledés egymáshoz. Bízok benne, hogy úgy fog sikerülni ez a mai nap, és ennek folytatásaként majd a ma levágott jószágnak a húsából elkészült ételek majd olyanok lesznek a jövőben, hogy egymást el tudjuk hívni, vendégül tudjuk látni, és ezáltal szorosabbra tudjuk fűzni az egymáshoz való életünket. A felvidékiek, a székelyek és a svábok közösen láttak neki a disznók feldolgozásának. Kardos Gábor, a bátaszéki német egyesület elnöke elmondta, örömmel csatlakoztak a kezdeményezéshez, hiszen ez a rendezvény kitűnő példája annak, hogyan lehet az összetartozást erősíteni a városban a különböző népcsoportok között. Mind a hárman kisebb csapatba vágjuk le a sertéseket, valamilyen módon tartósítjuk még, fagyasztással, füstöléssel, és majd egy későbbi időpontban egy nagy, szintén közös rendezvény alkalmával, ahol mindenkinek a tagsága, mind a három egyesületnek a tagsága jelen lesz, kvázi egy utcabál formájában elfogyasztjuk ezeket a sertéseket. Tőlünk, bátaszék és sváboktól megszokott a szaurez, talán ami a legérdekesebb, ez kimondottan a svábokra jellemző, elsősorban belsőségekből készül egy nagyon finom étel, pörköltek, és hát a káposzta az elmaradhatatlan, ha a svábokat említjük. A Felvidéki Egyesület tagjainak külön élmény volt az összejövetel, hiszen amíg a székelyek és a németek minden évben levágták a maguk jószágát, addig a felvidékieknél ez nem volt szokás. Így most kaptak az alkalmon és csatlakoztak a közös disznóvágáshoz. A húsokat ők is majd a bőjt befejeztével egy újabb közös rendezvényen fogják elkészíteni. A felvidékiek nem nagyon használtak paprikát. Hurkából is csak rizses hurkát készítettek, majorannát, sót, borsot használtak ízesítésre. Mi ezt kipróbáljuk, tehát megpróbálunk mi is egy ilyen paprika nélküli, rizssel teli hurkát készíteni, de igazából hagyományos módon dolgozzuk fel ezt a disznót ma, mert hogy ugye a cél az, hogy itt a rendezvényeinken, programjainkon tudjunk magunknak, illetve vendégeinknek főzni, és azért mindenki hozzá van szokva a mostani ízekhez, tehát nem merünk kockáztatni, hogy minden úgy készüljön, ahogy anno az ősek csinálták. Egy-két darabot azért készítünk, hogy mi is megkóstoljuk, kipróbáljuk, hogy milyen volt úgy, de hagyományos módon dolgozzuk most fel a disznó. Mivel, mint említettem, nekünk ez az első disznóvágásunk, én azt gondolom, hogy szerintem tőlünk vannak, vagy lesznek a legtöbben, mert a gyerekek is nagyon kíváncsiak. Ugye ma már nem mindennapos az, hogy otthon, háznál családok disznót vágjanak, ezért a gyerekek mindenféleképpen ide jönnek, ha nem is egész nap, de azért bekukkantanak, megnézik, hogy működik ez a dolog. Az aktív táncos felnőttek azok itt vannak. A lányok, asszonyok ugye süteménnyel készültek, mi a mosogatás, meg a kézalá dolgozás részét végezzük a mai napnak. Igazából a férfiak azok, akik most a hátukon viszik ezt a napot, illetve a programot.
És nagyon örülünk annak, hogy barátaink, segítőink, akik egyébként felvidékiek, szívesen csatlakoztak most a táncos fiainkhoz, így jönnek, segítenek, és akkor így együtt elmulatjuk a napot. A három jószágot Horváth István országgyűlési képviselő, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője ajánlotta fel a nemzetiségi egyesületeknek, remélve, hogy ez a példaértékű összefogás és együttműködés a jövőben is megmarad. A széken azért is példaértékű, mert az idei évtől mind a három úgymond nemzeti népcsoport saját házzal fog rendelkezni, mind a székelyek, mind a németek és mind a felvidékiek, illetve már korábban is rendelkeztek némelyek ingatlannal, csak ezekre nagyon jelentős állami támogatás érkezett, hogy ezeket az ingatlanokat felújítsák, és egy olyan menedéket, vagy egy olyan találkozópontot hozzanak létre, ahol meg tudják élni a hagyományaikat és az őseiktől származó szokásaikat, és ez a mostani disznóvágás ennek az első ilyen közös felvonása. Az élet ide sotort a három népcsoportot Bátaszékre, és közös érdekük, közös ügyük Bátaszék fejlődése és fejlesztése. A legközelebbi közös megmozdulást a pünkösdi időszakra tervezik az egyesületek, ahol majd a most levágott állatok húsából készült ételeket együtt fogyasztják el, közös mulatozással egybekötve. Adománygyűjtést szerveznek az ukrajnai menekülteknek Bátaszéken. Az akcióban számos segítője van a településvezetésnek, többek között a helyi művelődési ház, ahol a felajánlásokat gyűjtik, illetve a Bátaszéki Gondozási Központ is csatlakozott a megmozduláshoz. A tervek szerint, amint összegyűlik elegendő felajánlás, akkor egy kis busszal fogják elszállítani az adományokat Záhonyba. Még március elején jelentette be a helyi civil szervezeteknek szervezett fórumon Bozsolik Róbert Bátaszék polgármestere, hogy az önkormányzat szeretne segíteni az ukrajnai menekülteknek. Egy aktualitásról is beszéltünk, nevezetesen kértük a segítségüket, hogy az ukrán háborúból kialakult helyzet kapcsán próbáljunk mi is segítséget nyújtani mindazoknak a polgároknak, embereknek, embertársainknak, akik menekülni kénytelenek, vagy adott esetben ugyan otthon maradnak, de igen rossz életkörülmények között élnek. Az önkormányzat felvette a kapcsolatot Záhony városával. Egyrészt az önkormányzat anyagi támogatást is nyújtott a városnak, másrészt az adománygyűjtési akció keretén belül szeretnénk segítséget nyújtani tisztítószerekkel, tisztálkodási szerekkel és egyéb eszközökkel mindazoknak, akik ebben érintettek. Pelenkák, ez mind az. Tusfürdőktől kezdve sampon. A gyűjtés a napokban elkezdődött, az akcióban számos segítője van a település vezetésnek. Többek között a helyi művelődési ház, ahol a felajánlásokat gyűjtik, illetve a Bátaszéki Gondozási Központ is csatlakozott a megmozduláshoz. Egy közvetítői szerepet tölt be a gondozási központ ebbe a gyűjtési folyamatban, és hát tulajdonképpen nekünk ugye nem is lett volna elég helyünk intézményi szinten, hogy ezeket az adományokat fogadni tudjuk, ezért a művelődési ház nyújtja, vagy biztosítja ennek a terepét. Mi tulajdonképpen kaptunk több megkeresést intézményektől és magánszemélyektől is, hogy szeretnék felajánlani az adományaikat, azonban mi a művelődési házba közvetítettük őket, és ha jól tudom, akkor hétfőtől csütörtökig 8-tól 4-ig, és pénteken pedig 8-tól 2-ig várják az adományokat. A tervek szerint, amint összegyűlik elegendő felajánlás, akkor egy kis busszal fogják elszállítani az adományokat Záhonyba. Ugye a menekülteknek lesz az összes adomány átnyújtva, tehát jó helyre fog kerülni. Mindenféle segítséget elfogadunk város szinten, ami bontatlan egészségügyi felszerelés, tehát akár női egészségügyi felszerelés, pelenka, bébi étel, vagy akármi olyan, aminek nagy hasznát veszük. Fontos, hogy ruhaneműt viszont nem gyűjtünk. Tehát se a gondozási központ, se a művelődési ház ruhaneműt nem vesz át, tehát arra nincsen szükség, csak ilyen egészségügyi tisztálkodási szerekre, és fontos, hogy bontatlan legyen. Pelenka, tusfürdő,
tisztálkodási szerek, egészségügyi betétek, bébi ételek, nedves törlőkendő, dezodor, tehát mindenféle ilyen, ami ilyenkor ebben a nagyon rossz helyzetben mind a nők, mind a gyermekek, mind a férfiak igénybe vehetik, és ugye nincsen lehetőségük erre, hogy ezt megvásárolják most. Most szívesen fogadjuk még a továbbiakban a tartós élelmiszereket is, nyilván aminek a szavatossága az nem jár le hamar, és takaró, plédek, tehát minden olyan, aminek naponta használt tudják venni. Úgyhogy várjuk további felajánlásokat, mert van még bőve hely, ahova tudjuk ezeket fogadni. A Napsugár Nyugdíjas Klub hölgyeit is megköszöntötték nőnap alkalmából a társaság férfi tagjai. A szokásos szerdai klub délután tehát ünneplésbe csapott át. A hölgyek üdítővel, virslivel és házi süteménnyel vendégelték meg az urakat. A Napsugár Nyugdíjas Klub hölgy tagjait is felköszöntötték nőnap alkalmából. A szokásos szerdai összejövetel egy kicsit ünnepibb hangulatba hozta a résztvevőket. Nagyon készültünk erre az összejövetelre, és végre felszabadultan idén ez az első, vagy második esemény, de egybe összekötöttük ezt a klub délután egy kellemes nőnapi ünnepséggel. Hát az a helyzet, hogy olyan rég nem találkoztunk már, és megint újból visszamegyünk a régi vágányba, hogy minden hétvégén szerdán találkoztunk. Most különleges dologot készültünk, mert virslivel is meglepjük a társaságot, meg kis házi süteménnyel. Felavatjuk a mi kis kályhánkat, a kis minikonyhát, ami rezsőből is áll, meg egy mikróból is. Azon megfőzik a virslit, ami még ilyen nem volt. Általában mindig zsíros kenyeret eszünk, az is jó, de ez már rendkívüli. Most elég jó fejlődünk most már, modernizáljuk magunkat. Úgyhogy ez lesz és utána sütöttünk süteményeket, meg rétest. Az összejövetelen Bozsulik Róbert polgármester is részt vett, aki elmondta, mennyi mindent köszönhet a világ a nőknek. Hiszen a nők amellett, hogy a feleségek, családanyák, és összetartanak egy családot azért, most már egyre többen társadalom különböző pontján vállalnak igen felelősségteljes munkát. Nagyon nagy hála és köszönet önöknek, hölgyeim. Meg vagyunk lepődve, mert most általában mindig meghívjuk mindenféle rendezvényre a polgármestert, de most nem, ő titokba kinyomozta, hogy mi a helyzet, és ez külön egy nagyon nagy meglepetés, hogy ő ennyire tiszteli az időskort, és nekünk ez nagyon jól esik, hogy ebben a megtiszteltetésben részesülünk. Mert ez két éve már megtörtént egyszer, akkor is virágot kaptunk, és végülis mindenki a meleg szívvel fogadta. A klub vezetője elmondta, nagyon sokat jelentenek a tagoknak ezek az összejövetelek. Azért majdnem 90%-a már egyedül él, és azért azok már úgy nincsenek megtisztelve, és amikor ide eljönnek, akkor én úgy gondolom, hogy nekik ez nagyon kellemes élmény, megmarad máma számukra. Úgy gondolom, ez a kis csapat, aki itt van, az olyan szívélyesen jön, és nem kell erőltetni őket, mert eljönnek. 2022-ben sem fognak unatkozni a klubtagok. Nagyon sűrű lesz a programunk az idén, és remélem, hogy már nem jön vissza ez a betegség, de azért még kell vigyázni, én úgy gondolom. És bár sokan vannak, nagy örömmel várják az új jelentkezőket is. Az 1977-ben alakult bátaszéki német nemzetiségi tánccsoport, vagy ahogy ma is ismerik a helymat, az évek alatt több száz fiatal sajátította el a német néptáncot és a hozzá fűződő szokásokat. Az egyesület minden évben szervez többnapos táborokat, amelynek célja, hogy minden lépést, motívumot felevelenítsenek. A csoport vezetőjének elmondása szerint a járványhelyzet miatt a tábor megszervezése most még fontosabb volt, mint bármikor. A bátaszéki helymat német nemzetiségi tánccsoportnál már régóta hagyomány, hogy évente több alkalommal kétnapos intenzív próbát szerveznek. A táncokat, a motivumokat próbáljuk helyre rakni. Ugye a vírus véget nagyon sok volt a hiányzás, a betegség, nagyon-nagyon kevés olyan próbám volt, ahol teljes létszámmal föl tudtunk állni. Sajnos azért a mai napra is összejött, hogy nem vagyunk itt, mint
de hát az élet nem áll meg, úgyhogy csináljuk. Lehetőségek vannak. Ez nagyban függ attól, hogy mennyire fogunk tudni próbálni, hogy mennyire tudják a gyerekek bevállalni azt, hogy jöjjenek próbára, és ne csak szóba, hogy jövök, Gabi néni, és közben mégsem, mert hát ugye természetesen azért nem vagyunk egy nagy létszámú csoport. Ugye most jelenleg az ifjúsági csoportnak van ez az intenzív próbája, és a nagyoktól vannak még itt táncos lányok. A tánccsoport 1977. október 17-én alakult meg Glöckner János kezdeményezésére. A repertoárjukba tartoznak a bátaszéki és környékbeli táncokon kívül még osztrák és más német eredetű táncok is. Volt egy beválogatás, ahol azért ütemérzék, ritmusgyakorlat. Hát János bácsi fölmérte azt, hogy egyáltalán azok a gyerekek, akik jöttek jelentkezni, hogy van-e érzékük ahhoz, hogy hallják a zenét, az ütemet, és akkor így indult valójában. Hát most, ha szerény vagyok, akkor azt kell mondanom, hogy 45 éve lesz most októberben, hogy megalakult a tánccsoport. Hát jelenleg a felnőttekből már nagyon-nagyon kevesen vagyunk. Ugye most úgy dolgozunk, hogy az ifjúsági csoport közösen, a csoportba, most nem azt mondom, hogy a felnőttek véget, hanem hogy az ifiket fölhozzuk. Ugye, hogy ővelük közös a koprodukció, de volt már úgy, hogy az utánpótlás csoport is ugye beszállt, hogy mindenféle kor csoportú gyermek egy-egy táncba egyszerre volt a színpadon. Szóval ott viszont felemelő volt, amikor ugye a visszajelzések jöttek, hogy hát nagyon ritka dolog, hogy a kicsitől a felnőttig ott vannak a színpadon. Úgyhogy nem vagyunk alapból se sokan, van egy nagyon pici kezdő csoportocska, 6 fővel az utánpótlás. Hát most sajnos ott is eljutottunk odáig, hogy nincs fiú, akkor az ifjúsági csoport ők, és akkor a felnőttek. Hát ilyen 35 fő körül. Mondanám így az összlétszámot. A tánccsoport vezetője azt mondja, az egyesület igyekszik részt venni a helyi közösségi életben, és rendszeresen megmutatni magukat a programokon. Igyekszünk az itthoni felkéréseknek is eleget tenni, de megpróbálunk vidékre is úgy elmenni, hogy tudjuk kihasználni, ha már van pályázati pénzünk, akkor ne legyen az, hogy sokba kerül a tánccsoport. Elekes Fanni 2006-ban csatlakozott a Heimat tánccsoporthoz, vagyis idén már 16. éve erősíti a klubot. Egy idő után már megszokássá vált, de nyilván a vonzerő az abba volt, hogy itt volt a testvérem, most már csak a kisebbik, de szóval, hogy ez ilyen családi program is, illetve nagyon sok, hát nem nagyon sok, de azért barátok hívtak eleve ide, akik már nincsenek itt, de ugye itt meg új barátságok szövődtek, és tulajdonképpen azok tartottak itt, nyilván a tánc és a mozgás szeretete mellett. Szerintem ilyen örök mozgó típus vagyok, és valahogy kell egy ilyen péntek esti levezető program, ha már sajnos a városban más lehetőség erre nincs, vagy javítsanak ki, ha igen, de én nem tudok ilyenekről, és az, hogy itt egy közösségben vagyok, ugye gyerekként kezdtem idejönni, szóval a szüleim is tudták, hogy jó helyen vagyok, így ezáltal az évek alatt így az életem része lett, és fontossá vált, és szerves része a gondolkodásomnak, a programjaim szervezésének, szóval mindent ehhez igazítok, igyekszek ehhez igazítani.
Ugye mi ezt örökül kaptuk, vagy hát megörököltük, vagy nem tudom, ugye valamikor alapító tagja voltam az Annó tánccsoport, amikor megalakult 77-ben. A János bácsinak a munkásságát, a gyűjtéseit, a koreográfiákat, a bátaszéki dalokat, amiket gyűjtött. Ugye ezeket annó mi megtanultuk, most természetesen ugye én sem 45 éve táncolok, mert nem. Mindenki életében azért jön a család, meg a másrabb elfoglaltságok, de a János bácsi, amit örökül hagyott ránk, én úgy gondolom, hogy azt azért megpróbáljuk tovább vinni, mert én azt vallom, hogy ezeket a dolgokat meg kell élni, csak azáltal tudjuk tovább vinni és tovább adni, ha van rá érdeklődő természetesen. Egy ifjú embert mutatunk be önöknek a következőkben. Gyöngyösi Zsolt több kortársához hasonlóan fotózik, ám olyan képeket készít, melyek már megjárták az országos médiákat is. Zsolt eltökélt szándéka, hogy hivatásosként űzze majd a fényképészetet. Nekem boldogságot jelent már az is, hogy ők ezeket, mondjuk egy pár fotót visszanéznek 4-5 év után, és ugyanazt a boldog pillanatokat idézik majd. Az, hogy Gyöngyösi Zsolt párokat vagy portrékat fotózzon hivatásszerűen, még odébb van. A második Géza gimnázium tanulójának, bár tehetsége vitathatatlan, saját bevallása szerint is még sok mindent meg kell tanulnia a fényképezés rejtelmeiből. A fényképezőgép körülbelül 2 éve került a kezembe, akkor még csak hobbi szinten. Én nagyon sokat jártam a természetben, és úgy gondoltam, hogy ezt jó lenne megörökíteni, hogy merre túrázok, és kezdetben hobbi szinten, illetve ugye mivel rengeteg barátom fotózik, ezért úgy gondoltam, hogy én is belekezdek, és teljesen amatőr szinten, mára pedig egy viszonylag elég jó szinten sikerült elérnem a képeimmel. Barátaim is, mivel elkezdték, így húzzuk egymást lényegében, és így én is elkezdtem a fotózást. A barátok csoportot hoztak létre, ahol megosztják egymással tapasztalataikat, és adott esetben bírálataikat is. A természetben leginkább az, hogyha valaki városban lakik, akkor egy kicsit ki tud vonulni, akkor az kikapcsolódás szempontjából mindenféleképpen jó. Illetve a természetnek vannak olyan szépségei, akár az élővilága, amit érdemes szerintem lencse végre kapni és megörökíteni. A természetben igazából a szépségeit keresem, tehát az állatvilágot, az élővilágát, és minden olyan természeti elemet, leginkább az élővilágban, amit meg lehet örökíteni. A pillanat úgy gondolom, hogy amikor elkészül egy kép, akkor egy boldogságot ad, egy olyan boldogságot, ami nem sokszor élhet át az ember. Tehát nekem egy hatalmas boldogság az, hogyha elkészül egy képem, és ezt valahol viszont látom. Akár a tévében, egy újságcikkben, vagy bárhol. Mert hogy Zsolt képei már megjárták az országos televíziós csatornákat is. Többször voltak láthatóak az időjárás jelentések alatt. Lehetett beküldeni képeket, mai napig lehet beküldeni képeket az időjárás jelentéshez, és úgy gondoltam, hogy én is megpróbálkozok, és küldök be képet. Küldtem be, majd be is választották a képet, és utána ugye többször küldtem, és ezáltal kerültem kapcsolatba. A kedvenc témám fotózásban, ugyan én leginkább tájat fotózok, de portréfotózás, illetve a párfotózás. Nekem ez a kettő, ami nagyon kézen fekszik, és ezt nagyon szívesen csinálom, viszont természetesen ott van a természetfotózás is, amit nagyon szívesen csinálok. Az emberfotózás az egy picit másabb, mint a természetfotózás. Itt egy kicsit több élet van a képen. Leginkább a fotózás terén én a jövőben szakmában szeretnék elhelyezkedni, tehát azt szeretném, hogy a jövőben mint esküvőfotósként, illetve portréfotósként szeretnék elhelyezkedni, viszont kezdőként az ember úgy gondolom, hogy rengeteg dolgot megragad, akár a természetfotózás, vagy akár városfotózásban, mindenhol próbálkozik az ember, hogy csak hogy fotózhasson.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!